Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Madárfüttyös, szép reggelt kívánok, kedves nézőim! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és nem mással fogunk játszani most, mint a Warhammer 40K Space Wolf nevezetű játékával, ami egyébként egy körökre osztott taktikai játék. Igen, ismét egy Warhammer játék következik, és igen, imádom a Warhammer 40K-t, úgyhogy ezt egyáltalán nem bánom. Nem tudom, mennyire ismeritek a Space Wolf, tehát az űrfarkasok, magyarra fordítva űrfarkasok történetét, és egyébként a Warhammer történetét alapvetően. Ugye, hát tényleg csak címszavakban történt egyszer, hogy egy elképesztően fejlett emberi civilizáció eljutott számtalan 100 millió bolygóra össze-vissza a naprendszerben, meg a naprendszerben, az egész galaxisban. Hihetetlen sok naprendszer fedeztek föl, kolonizálták rengeteg bolygót, itt-ott-ott megtelepedtek. És itt egy hatalmas káoszvihar igazából, ami a különböző bolygókat elszakította egymástól. Mit is tud tenni ilyenkor az emberfia? Hát sokat nem. Igazából elkezd szépen fejlődni, minden kis bolygón a saját kis kultúrával, a saját kis fejlődéssel kialakultak a népek, és hát sok-sok-sok ezer esztendő múlva egyszer csak megszületett, vagy hát lett a birodalmi, földi birodalom császár, aki elhatározta, hogy újra fogja egyesíteni a világegyetemet az emberiség zászlaja alatt. És hát a saját genómját felhasználva mindenféle technológiai fejlesztést felhasználva, ilyen tehát ilyen vezetőket, vezéreket gyártatott, igazából klónoztatott, és ezeknek a vezéreknek mindenféle ilyen különböző hadseregeket adott, és különböző irányba elindította őket. Nagyjából ez az alaptörténet. A Space Wolf egyébként egy maga az egy ilyen hadseregnek a neve, amit nem feltétlen az első, nem is tudom, 12 volt talán, 12-ben, de az első 20-ban benne volt, az ő nekik a vezérük, a méltán híres Lehman Russ nevezetű ilyen hadparancsnok, és őről van egyébként egy tank típus is elnevezve a Warhammer 40.000-be. Maga ennek a hadseregnek a története úgy zajlott, hogy Lehman Russ egy ilyen elképesztően brutálisan nehéz életkörülményeket biztosító bolygóra, Fenrisre, azt hiszem úgy hívták, elvetődött, és ott olyan emberek éltek, és olyan körülmények között, amit gyakorlatilag tényleg csoda volt, hogy bárki is él. Egy szabálytalanul keringő bolygó a saját napja körül keringett, és mit tudom én, pár évente így fölfortak az óceánok, egyébként ilyen mínusz 80 fok van, meg mínusz 50 fok van, pár évente fölfortak az óceánok, mert közel kerül a saját napjához, ilyenkor burjánzás, állatok mindenhol, és mindent esznek meg, és aztán megint megfogy az egész bolygó, hihetetlen viharok zúdulnak rá, tehát nagyon durva a környék, és hát itt bizony éltek emberek, itt ragadt emberek, és hát Lehman Russ ezekből az emberekből toborozta az első ilyen Space Wolfokat, és itt építette föl egyébként a Space Wolf klán, vagy hát a Space Wolfoknak a főhadiszállását is. Egyébként ez a hadsereg nem feltétlenül annyira nevezetes, mint mondjuk a Blood Angels, van számtalan olyan ilyen hadsereg, de elég kemény legényekből állnak. A játék maga ezekről az emberekről, vagy hát ilyen gémódosított egyénekről szól igazából. Velük kell gyakorlatilag a feladatokat végvinni, van benne multiplayer is. Nagyon érdekes, hogy legelőször a játék iOS-re és Android-re jelent meg, és csak utána pár évre rá jelent meg PC-re, nyilván felújított grafikával, bár a játékmeneten sokat nem javítottak, úgyhogy érdemes szerintem
megnézni, hogy mit várhatunk benne. Nyilván itt már a főmenüben vagyunk, simán lehet látni, hogy van egy kampány része, egy multiplayer része, és vannak challenge részek, és hát ugye a szokásos DLC, ami gyakorlatilag igazából valami fajta fizetős kiegészítő, van néhány fajta. A legfontosabb tulajdonság ennek a játéknak, amit én nagyon szeretek, ez nem is jó így, várjál. Pedig így próbáltam, így, tökéletes. Amit én nagyon szeretek, és ez egy elképesztően ilyen randomizációt az egész dolognak, az, hogy kártyák vannak. Tehát ez egy körökre osztott játék, bizonyos kártyák felhasználásával. Gyakorlatilag a fő szereplőnket háromféle kasztban indíthatjuk el a csatában. Van a Scout, ami nyilván egy ilyen könnyű fegyveres harc, mondjuk sniper. Van a Power Armor, ami egy sima katonai megoldás. És létezik a Terminator. Ez igazából csak a páncélok változnak itt, hogy melyiket veszi föl. Itt vannak a paklik. Nyilvánvalóan belekattintunk, és szépen itt akár ki is vehetünk dolgokat, bele is rakhatunk dolgokat, és szépen a különböző kampányokba, missziókba és különböző feladatokba ezeket szépen szerezzük meg, ezeket a paklikat. Látjátok, hogy egy tutorial mission-t végig csináltam, illetve kettő normálisat. Hát elkezdjük, megnézzük, hogy nem is tudom, hogy Terminatorral induljunk, vagy Power Armorral. Hát Scoot az nem az én típusom, de mondjuk legyen most kivételesen Terminator Squad. Ide nem feltétlen építettem föl még paklit, még a másikban igen. De egyáltalán ez nem fogja elvenni a kedvünket attól, hogy szétcsesszük itt a káosznak az elképesztő megoldását. Találkoznunk kell, ugye a feladat középen fönt látható. Itt jobb oldalt fönt lehet látni a külök, hogy kik következnek a körben, bal oldalt az embereinket lehet látni, illetve itt megjelennek mindenféle beszélgetések, ami a játék történetbeli körítését fogja adni. A feladat egyszerű, találkozz egy runa pappal, és ne hagyjuk, hogy meghalljon. Hát rendben van. Ugye itt a káosz különböző elképesztő mutáns és undorító fattyai láthatóak. Ugye a káosz harcosok az a császárt megtagadó Space Marine-okból lettek igazából. Őknek is van ugyanúgy primárkjuk, őknek is van ugyanúgy meg mindenféle megoldásuk, mint a... Csak hát ők sokkal erősebbek, illetve hát dolgokban hisznek. A káosz istenei vigyáznak rájuk. Míg ránk ugye a császár. Mondjuk lehet látni itt már az erőnkből, vagy az életünkből, hogy itt 800 és 1000 életpontról van szó, itt meg 220, meg 240, úgyhogy nem feltétlen durva ez a helyzet, de úgy látom, hogy két Predator páncélből öltözött emberünk van. És itt vannak a kártyák alul. Várjál, egy pillanatra arra viszem a kamerát, és látjátok, hogy ott van egyébként az emberünk is, be lehet adni a kezébe valamit, majd megmutatom, hogyha éppen arra lesz szükség. De most itt van két Predator, két Terminator páncélba öltözött emberként, és ezekkel fogunk megküzdeni. Igen, itt vannak a kártyák, minden kártyának vagy egy, vagy kettő képessége van. Ott az ikonokat lehet látni, tehát a legtöbb kártyával lehet mozogni, tehát olyan nincs, hogy véletlenül nem tudsz mozogni, mert nem húztál olyan kártyát, és minden kártyának vannak speciális tulajdonságai. Ez például egy fegyver, amivel lehet lőni, itt lehet látni a lőtávot, vagy például egy másikkal, hogyha a menésre kattintunk, akkor oda szépen előre tudunk sétálni. A kártyák folyamatosan jönnek, úgyhogy elvileg nem fogyhatunk ki belőlük. A lépés után egyébként meg kell határozni az irányát a karakternek, hogy merre felé nézen. Ez fontos például a lövéseknél. A Pestacus nem feltétlen találtuk el, de egyáltalán nem probléma. Nemféle sebzési értékek vannak ide felsorolva, úgyhogy elég szépen lehet így kombinálni a dolgokat. Na,
Na hát ezt mondjuk jól megsoroztuk most, és most jön az ellenség. Egyébként nem buta az ellenfél. Általában azt lövi, nyilván elér, például most, vagy akinek kevesebb élete van, azt próbálja először leszedni, hogy a sebzés az ne legyen elosztva. És hát nyilván nekünk is ezt a fajta taktikát kell egyébként követnünk, mindenféleképpen. Uha. Itt van a könyvtáros testvér, Rune Priest. Na nézzük, próbáljunk meg. Na igen, most így, ezt tudjuk így a kezünkbe venni, ezt a fajta fegyvert. Tehát rákattintunk, itt lehet ez a kézbevevős ikonra, és akkor ide szépen kézzel veszük. Utána ezt ugyanúgy fogjuk tudni használni, mint egy kártyát. Ellenfelek folyamatosan jönnek, természetesen egyáltalán nem könnyítik meg a helyzetünket. Mondjuk barátunk szépen elintézte egy lövésből káosz undorító mocskát és harcosát. Aha, ezzel a kártyával ez azt tudja, hogy kapunk plusz egy akciót, hogyha így elvileg lépünk. Nem is tudom. Próbáljunk meg arra felé maradni. És látjátok, ezzel csak előre felé lehet ütni, és ezt nagyon elrontottam. Bizony. Azt hittem lehet oldalra is ütni a kalapáccsal, sajnos nem lehetett, úgyhogy ezt most benéztem, és a könyvtáros már ütik is. Sietnünk kell, mert nem feltétlen ez könnyű dolgunk egyébként. Úgy látom. Esnek rá itt a testvérünkre. Ja, ez nem a testvérünkre, esnek rá az embereinkre. Ah, mekkora bimbo arcú, nem sikerült eltalálni 1 cm-ről. Kaptunk egy erősítést. Kaptunk egy erősítést Ray személyében. Aki majd így szépen oldalra fogja tudni támadni ezeket a senki háziakat, akit emberénket piszkálják. Gyógyítást nem akarom elhasználni, ez is gyakorlatilag szinte mindegyik elképesztően jó képesség. Na viszont most! Ezt nem veszük a kezünkbe. Ide közelbe tudunk lőni, hát 33 életesre ezt nem szívesen pazarolnám el. Nem is tudom, mit csináljak. Hát akkor ezt lelőjük. Mégis mínusz 200-ba ment az élete, úgyhogy így is elég sok sebzést el sikerült pazarolni. Elhasználunk ilyen pajzstöltő képességet, és most... megfordulunk az egyik kártyából, és utána rácsapunk egyet a kalapáccsal, a másikkal. 300 sebzés, és egy ütésre kinyírtuk ezt a mocskot. Na most támadták még meg a könyvtárost, ez úgy látom az AI irányítja azt. Jaj fiúk, a sebzésen kívül még kártya veszteséget is elszenvedhet a karakter. Ami ugye, amikor egy elég erős kártyáról van szó, akkor nem feltétlen jó ez a buli. Ráadásul itt most meg is tudják gyógyítani egymást. Jó, hát úgy látom, a könyvtárosra még nem kell sokat gondolni. 260-as sebzés, de kézbe kell venni. Hát a felét sikerült besebezni ide. És tudom. Na majd meglátjuk, hogy mit tudunk onnan lőni. Ugye valószínűleg
bunkóval, vagy bunkóval, kalapáccsal csak előre fogunk tudni lőni, viszont a kis pisztolyjal 45 fokba is meg tudjuk oldani ezt a problémát. Látjátok, így szépen lépegetünk, próbálunk előre gondolkodni. Sajnos több dolog hiányzik a játékból egyébként, ami én nem feltétlen örülök neki. Ebből simán lehetett volna egy elképesztően jó, mondjuk egy, gondoltok mondjuk egy... mondjuk egy XCOM, hát hogyha nem is nevezzük csúnyán, egy XCOM klón lehetett volna ebből. De sajnos nem lett, hanem... hogy elteleportáltunk oda előre. Hanem egy elég egyszerű kis taktikai sakkjáték lett gyakorlatilag. Itt a kártyák mondjuk azok elég ötletesen... változtatják meg a különböző játékmódokat, és elég ötletesen adnak a változatosságra. Egyébként sajnos... nem annyira durva a helyzet. Na nézzük. Hát... ezt hátba csapjuk. Ennek valószínűleg reszeltek. Úgy. Ezzel a kalapács ütéssel, ezzel egy ütéssel ki lehetne csinálni bárkit, szerintem. A másik kollégával ott fogunk bemaradni, itt a fedezékbe. Talán nem fognak minket bántani. Ó. Innen át lehet oda menni vajon? Lehet, hogy csak rosszul? Ja nem, csak át lehet lőni szerintem. Jó, itt... könyvtár Room Priest el fogja intézni mind a kettőt, az egészen biztos. Csak elővesszük itt a... láncfűrészt. És belecsapunk kettőt az ellenfélbe, sajnos ez nem feltétlen öli meg. Ugyanakkor, aha, ezzel nem lehet oda lőni. Hogy csináljuk? Csináljuk így. Nem így csináljuk, hanem lövéssel csináljuk, és ezt szépen hátba kapjuk, meg is öltük. Nagyon jó. A hordók egyébként tudnak robbanni. Tehát ez azt hiszem, hogy a Doom óta gyakorlatilag minden egyes játékban így működik. És itt is. Itt sincs ez másképp. Úgyhogy, hogyha szépen oda mennek körülötte, vagy köré az emberek, az ellenség, akkor mindenféleképpen ezeket simán ki lehet használni, ezeket a dolgokat. Fedezékrendszer viszont nincs. Nem lehet behajolni dolgok mögé, vagy be... elbújni dolgok, még hogy ne tudjanak látni, és a fölött átlőni. Itt vagy egy kockán át tudsz lőni, vagy egy kockán nem tudsz átlőni. Ez nem feltétlenül tetszik, mert sokkal jobb megoldás is lehetett volna egyébként. De attól függetlenül mondjuk így működik ez a buli. Ugye látjuk, most gyógyító kártyát húzott az emberünk, és használtuk is sok szeretettel. Előre megyünk. Na mi van? Haveró, elfogyott a kártyád? Nem tudtad kinyírni emberünket egy ütésből? Eddig mindegyik sikerült. Na nézzük. Húzzunk két kártyát. És akkor elvileg mehetünk is már előrébb. Úgy. Nem, a... majdnem lecseréltem azt, amit éppen fogok, de még volt benne egy töltény, úgyhogy még nem cserélem le, majd most fogom a következő körben, illetve talán egészen pontosan most. És volt, van lett egy csúnya nagy fegyverünk a kezünkbe. Gyakorlatilag szerintem a következő körben remélem, hogy ezzel a három emberrel ezt a kettőt el fogom tudni intézni. Hát, ez nem feltétlen így lesz. Mm-mm.
Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés. Viszont ez már talán elég lesz. Mivel itt van az a speciálisan nagy kalapácsütésem. Boom. Na azért, újra visszakapta formáját emberünk. Ó, és megint rárontottak itt a káosz harcosok. Nagyon durván. Te szinte egy körből megöli mind a három, de miért mozogtál? Miért nem rátámadtál, te őrült? Többet sebzett bele az ember saját magába, mint a még karakterünkbe. Ez viszont nem jó, hogy jó oldalról piszkálnak minket. Kalapácsütés. Szokásos. Nagyon jó. És mehetünk tovább. Gyerünk, 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 gyerünk. Hátulról próbáljuk meg megtámadni minél hamarabb az ellenséget. Úgy. Azt hiszem, hogy talán elértünk ahhoz a szinthez szerintem, ami onnan már olyan nagyon nagy veszélyt nem tudnak. Nem tudnak okozni nekünk. Na, ez nem tudtam mi volt, csak kipróbáltam. A francia sem bele. Szemből megint jönnek. És megint jönnek. Hátunk mögött is. Jó, beállunk. De meg gyere fölfelé, mert ott kell nekem az erősítés. Nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon. Na most kipróbáljuk, hogyha ott marad, és rátok lőni, akkor kipróbáljuk majd a hordó megoldást. Na nézzük, mit tud ez a nagy brutál fegyver. Eléggé sokat sebzett bele ahhoz képest, hogy ranged fegyverről van szó. Húzunk két lapot. Csak egyet tudtunk. És elkezdjük lőni. Ja nem, nem a hordóra lőttem, lehet, hogy pont nem is tudtam egyébként. Nem bizony. Hú, mondjuk ez brutál volt, tehát ezt is sikerült egy kör alatt elintézni. Jajaj, oda nem tudunk ezzel föllőni. Lejjebb szaladunk, hogy lekényszerítsük onnan föntről az embereket, és a barátunk ott hátul képes legyen valamit csinálni. Stunt kapott, nyilván ez egy leütés, valószínűleg ki fog maradni egy körből. És látjátok, hogy nem az emberünket öli, hanem azt öli, akinek kevesebb HP van. Nyilván meg akarja ölni. Ezek berígyelt. Nem feltétlen rossz ez. Oda teleportálunk, elővesszük a kis bal... Nem, elővesszük a nagy baltát. És csúnyán adunk egy daslit emberünknek. 270-et sebeztünk, az rengeteg egyébként. Rengeteg. Könyvtáros meg püfölik, mondjuk az még jól bírja egyébként. És hogy annyira jól bírja egyébként, hogy többet sebez az a püfölés... püfölő emberben. Mint amennyit sebződik saját magában. Ez
Hihetetlen. Sok majom most saját magukat ölik meg. Mondjuk ezt aztán a játékban várni kell még, tehát nem szabad korán örülni, mert itt azért hamar megtörténnek a dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy megtörténjenek. Tehát 2 perc alatt ránk rohan 16 darab káosz harcos, aztán nézhetünk után. Na, le is jött emberünk. És hátba is vágja a másik emberünket. Ami nagyon szomorú. Jó, itt használjuk a kis baltát. Eltévesztettük, ez megbocsáthatatlan hiba egyébként. Ez megbocsáthatatlan hiba. Ezzel nem tudunk közelre támadni. És kénytelenek vagyunk elhasználni. Hát akkor ezt használjuk el. Ez is 251 sebzett, tehát ez a kártya, vagy ez a lépés is eléggé pazarlás volt, de meglátjuk. Ujj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 
Nem baj, tudjuk magunkat gyógyítani, ez mindenféleképpen egy pozitív dolog. Illetve eltakarodunk a bánatba, vagy legalábbis megpróbálunk. Mondjuk oda. Ez nem volt túl acélos támadás az ellenfél részéről. És csak azt töli, nézd meg! De legalább csak egyszer tud rálőni. És a könyvtáros elintézi hátulról a másikat. Nagyon jó. Illetve az egyiket. Hát most mi legyen? Más lehetőségünk nem lévén, szépen mindenféle bónuszt használunk magunkra. Ez egy olyan képesség, ami közelünkben lévő embert is gyógyítja. Úgyhogy ezt itt most elhasználjuk. Nagyon jó. És hogyha egy kis szerencsénk van, akkor 2 perc múlva ő már nem lesz itt. Föl is használjuk. Hogy nehogy már 5 élete maradt az ellenfélnek. 5. Először is ellenfél felé fordítunk, elővesszük a kalapácsot. És bekopogtatunk azon a búrán, hogy van-e ott benn valaki. Nagyon durva. Menekülőre fogta dolgát. Szegény, mindenki ezt töli. Azt hiszem talán elmondhatjuk most valamennyire, hogy biztonságban vagyunk. Meglátjuk, hogy... Ajajaj, 40 élete maradt. Huha. Hogy oldjuk ezt meg? Igen, egyébként ugye lehet látni itt ezt a kis órát, mint ikont. Ez azt jelenti, hogy ki lesz a következő. Akinek a legkisebb, az a következő, és akkor ezekkel a kártyákkal pedig lehet módosítani. Itt jobb oldalt lehet látni emberünknek 0, 1, 4, 6, 7, 10. Nyilván, hogyha most ő felhasznál egy kártyát, hogy a 10-ből 0 legyen, akkor ő lesz a következő. Nem tudunk oda menni. Jó, ide jövünk. Azt hiszem, hogy így már rá tudunk lőni. Tökéletes. És nem tudunk lőni. Nincs mivel lőnünk, ember. Nem érted? Ennek el kell menekülni, de leghátra. Talán, hogyha ide jövök, elfordulok balra, akkor talán el tudom lőni a hordót.
És megcsináltuk a pályát. Ennyi. Természetesen ilyenkor kiírja a különböző statokat, megoldásokat, volt valami krét, amit meg lehetett volna nekik szerezni egyébként. Erre figyeljetek mindig, hogy először a ládára menjetek rá. És megkaptunk két ilyen kártyát, amit vagy felhasználunk később, vagy berakunk a pakliba, vagy amit szeretnénk, azt tudunk csinálni. Az Armory-ban egyébként a szintlépéssel lehet különböző dolgokat elérni. Ki lehet választani a különböző hősnek, a különböző dolgainak a képességét, hogy melyiket szeretnénk. Ez például az, hogy amikor újra töltöd a fegyvert, akkor az a idő, vagy az a időpont, az órapont, az kevesebb legyen, vagy akkor is töltődik a rage bárunk, amikor a baráti társaink sebződnek. Szóval sok minden képességet, ez ilyen talentrendszer, itt vannak a kártyák, lehet kártyákat craftolni egyébként, egész legendary kártyákkal is. De van most 3600 ilyen pontunk, és akkor craftoljunk mondjuk ilyen extrém nehéz kártyákat. És akkor nem legendary lett, hanem valami unique vagy epic, egy epic fegyver. Következő craftulásunkkor remélem, hogy már legendary lesz. Ez egy legendary, igen. Ez egy a fiatal király kardja, ez egy Frostblade, tehát fagykard, illetve lehet látni, hogy ez egy ilyen fogaskard. 460-at sebez, ugye milyen 250-300-akat sebeztünk, 330-akkal öltük együttésből az embereket, tehát ez egy elég brutális fegyver. Ismét egy legendás sikerült nyitnunk, ugyanazt, nagyon jó. Ó, van itt, úgy látom, hogy doboz is, amit lehet nyitogatni. Ó, egy legendás hammert nyitottunk. Úgyhogy számtalan helyről lehet lapokat szerezni. Nyilván vannak, van arra is lehetőség, hogy vásároljuk ezeket a dolgokat, bár én még nem találkoztam ezzel a lehetőséggel, de simán lehet, hogy van ilyen lehetőség. Nincs elég alkatrészem. Itt lehet a különböző promóciós kódokat beváltani. És hát kb. Ennyi igazából a játék. Vannak kihívások, ahova... különböző dolgokat kell teljesíteni, ezek gondolom hetente változnak. Egy kicsit ilyen mobil szaga van ezeknek a dolgoknak, de látjátok, hogy a grafika sem rossz igazából, a játékmenetre sem rossz. Jó, nyilván nem egy profi szint, nyilván nem egy XCOM-ról beszélünk, hanem egy casual körökre osztott játékról. Aki szereti a Warhammer világát, az még úgy el is tud vele úgy játszani, hogy még így örül is magának. Úgyhogy minden esetre ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok és kommenteljetek. Pá, pá!